A hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger fm -en. Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak és nézőnek itt a KHK Alsóvonal TMC oldalon. Kende Hofer Krisztina vagyok, és ez a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Szerda esténként megszokhattátok már, hogy olyan embereket hívok vendégül, akikről azt szoktam mondani, hogy itthon érték el azt a bizonyos amerikai álmot. Sikeresek, de hogy mi a siker, arról fogok mai vendégemmel is beszélgetni, aki hát azt hiszem teljesen másként vált ismerté. Számomra minden érdekes, amit eddig még nem tudunk róla, egy nagyon különleges vendégő, hiszen fizikus hiszen a természettudományokban nagyon jártas, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója, ipari kerámiákkal foglalkozik. Kifejezetten fontos számára az, hogy a világot, amiben él, maga körül jobbá tegye, és ezért nagyon sok jótékonysági kezdeményezésben vesz részt, és indít maga is ilyet. Egyébként azt hiszem, azt is fontos róla elmondani, hogy anyuka és feleség, tehát hogy családban él, és egyet ki nem hagynék, mielőtt a nevét elmondom, a doktori disszertációja címe a következőképpen hangzik és ez azért fontos drága hallgatók mert még soha nem volt papír kezemben ebben a stúdióban de most van tehát így hangzik a cím ki nem hagynám, hogy felolvassam, szén-nanószerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid-nanokomponzitok, és az első kérdésem kivételésen az lesz a vendégemtől, hogy ez vajon mit jelent, nem, nem kérdezem meg tőle. Szeretettel üdvözlöm, tapasztó Orsi, szia Orsi! Szia Kriszta, szép jó estét kívánok mindenkinek! Hát figyelj, azt mondasz most egész este, amit akarsz, <gül> <gül> ez, ez utána, a cím után, ez... Szóval az van, hogy a fizikusokról nem... Azt gondoljuk, hogy viccesek, hogy humorosak, hogy szépek, hogy csinosak. Persze mi vagyunk a hibásak, nem a fizikusok. Ü Téged, és erről egészen nem sokat fogom ma beszélni, nem akarok beleszólni, pont vagyis, hogy ez nem is egy weboldal, egy Instagram oldalról ismerhetnek a legtöbben. És nyilván mindenkinek megvan a hármatok közül a saját kedvence, akinek a videóit egyen jobban várja, mint a többit. Nekem ez te vagy, ezt nem lehet titkolni. Jó, És nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy elfogadtad a meghívásomat. Többet fogsz beszélni, mint én. De az első kérdés az mindig úgy hangzik, hogy elképzelünk téged 16-17 éves korodban. Ugye Szatnád, Szatmár Németiben születtél, a gimnáziumban is ott jártál. Igen. Mire lálmod az a a padban érettségi előtt? Én, én, tudtam, hogy ez az első kérdés, mert minden műsorodat hallgatom nyilván, és, és így ezzel ma gondolkoztam, hogy mit csináltam én 16 Én nagyon morcos voltam, nagyon, nagyon haragudtam a világra, mert a, a szüleim éppen megtiltották nekem azt, hogy művészeti egyetemre menjek. Ugye az érettségi előtt volt olyan egy-másfél évvel, és, és én akkor döntöttem azt, hogy hát nekem rajzolnom kell, tehát akkor vagy képzőművészeti egyetem, vagy, vagy építészet, és akkor ez ugye 20 hát pár évvel ezelőtt volt, ugye Szatmár határ túloldala, és akkor anyukám kijelentette, hogy hát fiam éhen halni, azt nem fogsz. Úgyhogy hát ez egy nem. <laughs> Úgyhogy így, így indult, így, és aztán. És anyukád, vajon mit szólna ahhoz, hogy most hétvégén tömegével rendelték a festményeidet az Insta oldaladon? <gül> <gül> uh, hát anyukám fentről ez biztos nézi, és le van döbbenve, hogy akkor ezt és most... biztos büszke. Nagyon remélem, nagyon, mert ő szerette mindig, hogyha igaza van. De most úgy néz ki, hogy lehet, hogy ebben nem volt igaza. <laughs> Ugye azt olvastam, hogy a pamamát könyvelő, mérnök, Igen. mérnök, tehát nyilván ők ezért is terelgettek téged rendes szakmához, ami hát fizika-kémia szak. Így van. Ez egyértelmű volt, hogy fizika kémia? A fizika egyértelmű volt, a kémiát azt, hát azt úgy hozzácsaptuk, mert, mert, hogy, mert hogy én mindig is azt hittem, hogy, hogy én tanár leszek. És Romániában ez úgy működik, hogy nem külön van tanárképző és, és esetleg kutatóképző, hanem az ember elvégzi egy természettudományi egyetemet, és lehet tanár is, meg kutató is. Úgyhogy, úgyhogy így, így, a fizika az adott volt, azt nagyon szerettem világéletemben, és a kémiát azt hozzácsaptuk, hogy akkor azt is taníthassak, ne csak fizikát. Micsoda tényleg. Én is meghalok a fizikára, belegondolok, gondoltam rád, amikor a gyerek mozgás sebesség, és mi, hat, mire irányú házi feladatát kellett volna megoldanom, és azon gondolkodtam, hogy hát ezt, hát ez csoda, hogy imádott tényleg. Igen, igen. De ha, tanítottál két évet? Két évet, így van. És imádtam, de um, 22 voltam, és én ott a, a, azt úgy megéreztem meg abban a két évben, hogy én ehhez még nem vagyok eléggé a helyemen? vagy én nem tudom, a tanári pályához én azt érzem, hogy egy kicsit fel, nem tudom. Úgy be kell érni, inkább így mondom. Ahhoz úgy be kell érni, és én még 22 évesen nem. De De, imád... de komolyan vettek? Uh, hát na ez az, hogy az nagyon nehéz volt elérnem, hogy komolyan vegyenek. És, és egy, 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 szerepet kellett játszanom, eljátszanom a, hát most nem azt mondom, hogy a házi sárkány, de egy ilyen nagyon komoly, hát én most fizika vagyok, és most mindenki fejezze be a beszélgetést. <laughs> és ez... beszélgettél volna velük egy kicsit te is talán? Igen. Konkrétan, hát uh -huh. persze, nagyon sok órám átment osztályfőnök órába, úgyhogy nem voltam az osztályfőnökük, de hát annyira jóba lettünk, mert hát ugye kicsi korkülönbség abszolút. Úgyhogy két év után be látnom, hogy, hogy ehhez még érni kell, és akkor jött egy, egy felajánlás innen Budapestről, hogy, akkor van egy doktori hely, és ez a kerámiás téma, amit az előbb nagyon szépen és ügyesen felolvastál, és, és hogy lesz, hogyha szeretném, és, és lesz szeretnék doktorálni, és mellette azzal párhuzamosan kutathatok, akkor, akkor itt a lehetőség. Én könnyed lánynak gondollak, és amikor olvastam és készültem rá, akkor is ezt vettem észre, hogy ezt egy interjúban elmondtad három évvel ezelőtt valahol, amikor még nem is voltál ö, orsia, a, nem akarok beleszólni hogy hogy hát igen, akkor, akkor felhívott Kolosvárl az egyetemről a mm. professzorot, hogy van Budapesten egy ilyen lehetőség, hogy, hogy uh, ipari kerámiákat lehet uh, kutatni, uh, doktori pozíció, és akkor szó ezt mondod. És akkor felmentem Budapestre, ledoktoráltam, és elfogadtam az állást. Én meg elmegyek a közérbe, veszek egy kiló kenyeret. Tehát, hogy ezt nagyjából így mondod. Hogy ne haragudj, ezután a cím után különösen azt gondolom, hogy ez azért... De hogy, de hogy így jövök, ja. doktorálok, kutatok. Na, ott azért vértizattunk. Családilag. tehát férjestül, mindenestül, nem, az azért az nem volt annyira, lehet a bm n doktoriztam, az, hát az nem, nem egy leányálom. Tehát az egy kemény sztori volt, abszolút. Férjem is fizikus, ő nagyon sokat segített, nagyon, tehát hogy, hát ő motivált, tehát az, hogy ő, egy, ő, egy, ő, úgy fizikus, hogy neki tényleg az élete a fizika. És nemzetközileg is jegyzik őt, ahogy igen, olvastam, ugye? Igen, ő nagyon ügyes. Mondjuk te sem panaszkodhatsz, mert a munkacsoportoddal, figyelj, ilyeneket tudok, akkor, <laughs> Meg hogy 20-szoros keménységű anyagot sikerült kihoznatok, akkor, amikor már föl akartad adni, hogy akkor most már új területeket igen, kutat, igen. de sikerült, húz, na most aki ért ez nyilván tudja, hogy ez mekkora dolog. Én valamiről örülök, de hogy ez miért jó? Igen, hát ez, igen, ott a voltunk, a ügyesek voltunk, és ott már tényleg az volt, hogy nagyon nekem ebből elegem van, és akkor a isten azt mondta, hogy te hogy van neked ebből eleged, Orsi, itt van még egy nagyon jó eredmény, akkor ezzel még egy picit foglalkozzál, és igen, azt így húztuk, azt hiszem 14 évig foglalkoztam ezzel a témával az ipari így kerámiák. Van, így van. Erősítésével, fejlesztésével. Egyébként így van. viccen kívül utána néztem, hogy ez mire jó, és aztán egészen döbbenetesen tapasztaltam meg, hogy fékpofák készülnek kerámiából, meg tényleg egy csomó minden az uh -huh. autogyártásban, tehát, hogy nem a csészékre és a bögrékre kell <laughs> <Így van. gül> fókuszálni, bár, bár azt látom az Insta oldaladon, hogy az is nagy szerelem, hogy egy-egy egy egy ilyen, ilyen Kézmű. Hát az terápia, abból kávézni egy gyönyörű csészéből. keddem is, de nem, nem is nagyon lehet rendelni. Úgyhogy... Igen, majd, majd adok egy telehozzá. <laughs> Na jó, szóval idejöttél Budapestre, direkt nem mondom a fel Budapestre, azt én mindig kerülöm, hogy felmegyünk, Buda eljövünk Budapestre, és, és akkor voltál először itt. Így van. Ez de ez az 2012-ben volt. Igen. igen. Megérkeztem a keleti pályaudvarra és, és meg, megírtam SMS-ben az akkori főnökömnek, hogy azt nem gondolod komolyan, hogy én a keleti szatmári lány vagyok, életemben először vagyok Budapesten, nem gondolod, hogy a keleti pályaudvartól a Csillebércig én egyedül eljutok. Ezt ugye te se gondolod komolyan? Nem gondolta, lejött értem autóval a, a hegyről, ugye? Le, le, lejött, és, és felvitt. És akkor, és akkor me, soha nem fogom elfelejteni, utaztunk tehát az autóba keresztül a városon, és egyszer csak szembe jött a Gálért hegy. És én így ámultam. De ezt nem hiszem el, hogy ennyire gyönyörű ez a város. De tényleg, tehát ilyen, mint, a Alice És ez azóta tart. Elképesztő. Azért ez fantasztikus Igen. lehet. Igen. Mi pedig várt nézzük úgy, hogy micsoda a csoda. Tehát hogy szerintem ahol élünk, azt Igen. persze tudjuk, de nem tudunk úgy rácsodálkozni, mint, mint Igen. mások. Igen. És azóta itt vagy? Igen, volt egy két éves kitérünk Stuttgartban. Férjem kapott egy egy nagyon jó ösztöndíjat lehetőséget. Úgy volt, hogy egy évre megyünk, én egy évnél többet biztos nem maradok a németeknél, én aztán biztos jövök haza, és akkor így lett belőle kettő év. Um, és, és, aztán, és aztán két év után visszapestre is. видео És a nanorészecskék így hívták van, a férjedet. Így van, így van, a nanotechnológia, igen. Mit csinál most egy kutató a karantén alatt? Hogy ti, ti bejártok kutatni, vagy ezt lehet otthonról, vagy hát hogy van? Ez nehéz helyzet, nekünk, nekünk zseniális, nagyon szeretjük a munkahelyünket, ezt így bemondtam a rádióban most. <laughs> Tényleg borzasztóan rugalmasan kezelték ezt a helyzetet, és ilyen heti néhány bejárással ez sikerült megoldani, mert hát ugye labormunka az van, de hát az ember Ciket, pedig, tudományos ciket lehet otthon is írni a laptop előtt. Tehát és akkor ilyen heti egy-két bejárással, én főleg home office-ból, mert öt éves gyerek nem ment, már óviban nem mertük vinni, úgyhogy ilyen fele, fele megoldásban, hol én a gyerekkel hol a férjem, igen. Ugye a munkája ez a Magyar Tudományos Akadémia így energetikai... Így van, tudományi kutatóközpontjának vagyunk mi a kutatói. Tényleg egy UFO vagy, tehát hogy... <síthat> biztos... <síthat> De nem, hát ugye itt ő technikus kollégánk, aki hát vinyogva levet rajtam ezen, de amikor először beszéltem veled, akkor is ezt mondtam, hogy, hogy azért ez egy rácsodálkozás, tehát hogy, 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 hogy ennyi, mert mert az ember a kutatókorról, a tudósokról ilyen nagyon visszafogottságot, introvertáltságot, magukban gondolkodást feltételez, ami nyilván mind megvan benned, mert egyébként nem tudnám publikálni ennyi mindent. Szóval heti négyszer ötször bejársz, és közben festegetsz, közben nem, nem, heti, heti jársz. egy kettő volt a bejárás, nem. He, egy kettő, most, ahogy durvul a helyzet heti egy, tehát hogy ez azért a számokat figyeltük, és teljesen rugalmas volt az egész. És igen, mellette van még pár dolog. Amiről most <laughs> ide is csapunk, Be engem ez a fizikusságot nagyon izgatott, úgyhogy muszáj volt ezzel, ezzel kezdenem. De hát akkor itt ugye a képzőművészet, ami nagy szerelem volt, csak a szüleid, ahogy mondtad, nem engedték. Ugyan. Az mikor jött vissza, hogy. Mert ugye azt látom az Instádon, hogy tűfilcel, uh -huh. Rajzolsz? Sok. Egyébként festeni is szoktál, azt így olvasom. Hát Ez az akareltű filc, ez most a szerelem. Igen. És kaptam egyet, kedves hallgatók, és pont azt, amit választottam volna, úgyhogy elmondhatatlan az öröm, hogy hogy ez egy, ez egy kikapcsolódás, vagy ez egyfajta B-vágány, vagy mi ez? Ez így, igen, így egyben. Terápiástól kezdve. Én mindig akkor, akkor szóval szó, úgy, így, igen, amikor úgy, úgy ki kell festenem valamit magamból, és akkor az úgy nagyon jól esik a lelkemnek, hívjuk terápiásnak, tök mindegy, de hogy ez, ez azért, mert engem nem engedtek ilyen, ilyen egyetemre, attól ez végig ott volt az életemben, tehát így hobbi szinten, és hobbi szinten festegettem, és akkor most egy kicsit többet, biztos a vírus is hozzátett azért, hogy így többet akartam kifesteni magamból, és, és igen, ezt így publikálgattam az Instán, és így tetszik az embereknek, és ezen én vagyok a legjobban ledöbbenve. Igen, azt látom a sztoriaiban, amikor ezekre reagálsz, hogy, hogy tulajdonképpen őszintén le vagy döbbenve a téged övező érdeklődésen, én, a teljesen. festményeidet, de miért? Hát, mert én fizikus vagyok. Ja. Tudod, amit úgy... És úgy... véletlenül igen. sztorizom, és, és meglepődöm, hogy tetszik az embereknek a kutya minden. Igen ez, 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 igen, ez egy ilyen tudathasadásos állapot. Igen. Mert hogy tudod, nem azt tanulsz, és hogyha nem azt tanulod, akkor, akkor nem vagy az. Hát most nem abból van papírom. Hát ezt, nézzük, ezt a olyan. világnak ebben a részében mi így gondoljuk, Igen. máshol nem ennyire. Én ugyanezt gondolom egyébként, tehát hogy amikor ez felhívott, akit bemutattam neked a rádióprogram igazgató, hogy az instás dolgot folytassa mit a rádióban, az volt az első mondatom, hogy én nem vezetetek rádióműsort, mert nekem ez nem a foglalkozásom. Tehát, hogy tökre megértelek, miközben hát látszik, hogy, hogy azért a követőid minden egyes részedből és tevékenységből akarnak még és még. Igen, nagyon fura. A férjed mit szól ehhez az őrületes népszerűséghez, ami most rátszakadt? Hát ha, ha valamin meglepődve, akkor, akkor, rajta a leginkább, hogy, hogy maximálisan támogat, és azt látom rajta, hogy büszke, és nem a, nem a kutatási eredményeimért most éppen, hanem, hanem egy teljesen más vonalért. És ez egy olyan oldala, amit hát soha nem tudtunk volna meg, hogyha én nem kerülök egy ilyen helyzetben. És ez elképesztő ezt látni, hogy ő ennek örül, és tényleg támogat, és amikor kell, most például menedzseli a gyereket, mert én itt vagyok, és ez mindig így, tehát hogy bármi van, akkor ő beugrik, és csinálja. Úgyhogy igen, nagyon cuki. <síns> a másik kutató UFO, <síns> Így foglalt idegen, az UFO család. Nem, 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 tényleg, iszonyú respektem van felétek. Tehát, ö, ö, az utcán felismernek már? Hála Istennek hordunk maszkot. Hát tényleg, én FFP kettes maszkot, én ma direkt külön beszereztem, hogy meg ne szól, hogy nem FFP, mert Drága én dupla járok. Ugye? Igen, igen, volt erről egy sztori folyamom, igen, ki, ki, is nyílt a bicska sokaknál, de igen, én ebbe hiszek az FFP 2 esben ez van. Um, a maszk miatt szerintem ezt így, ezt így, ez nem olyan sokan, de volt már rá példa, hogy oda jöttek, oda szaladtak, és nagyon annyira kedvesek voltak, és azt is így olyan nehezen kezeli az ember, mert hogy sose volt abban a helyzetben, és csak szerintem akkor vigyorgok, mint a tejbetök, és, <laughs> Igen, persze, hogy fotózkodhatunk, hát hogyne, és én nem értem, hogy de miért akarja. Nagyon cukik. Ami engem kifejezetten izgat, ö, van a másik oldal, amiben ugye hárman vagytok, uh -huh. ami több mint 120 ezer. 108 talán most. Vagy akkor 110. Igen. Ö, én már belelátom a jövőt. Szerintem egy ilyen 200-220-ig simán elmegy belátható időn belül, legalábbis én így tapasztalom a virális tartalmak, de engem sokkal inkább érdekel, hogy a te oldalad az úgy hasít, uh -huh. hogy amikor életemmel először beszéltem, rád, az nem volt nagyon rég, akkor a 20 ezret fordultél át, és most mindjárt 25. Igen, ma, ma lett 25 képzel, a már 25. Pedig tegnap megnéztem, hogy jó képzel. számot mondjak, hogy uh -huh. így. Igen. 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 Tehát hogy mint hogyha egy kötelező eléreznék éreznék az emberek, hogy, hogy csatlakozni, kapcsolódni kell uh -huh. valami, szerinted mi, mi az, amiért, amiért téged ennyire akarnak. Nem, uh, nem, tudom, hogy akarnak el, nem tudom, ezt így, nem tudom. Uh, azt írják, bár több borsink lenne, csodálatos jó, lenne ez na, a nő. Jól van. Jó, nem hozzak van. ide van írva, tényleg. A fizetett, a fizetettem, nem. <laughs> nem, nem fizetett. Nem. Um, azt, én azt szoktam észrevenni, hogy, vagyis azt érzem, hogy, a, hogy az őszintesség az, az, az így, azt is szeretik az emberek. Um, egyszerűen ezt, a, ezt az életszagú tartalmat, amit én, amit én mindig is nyomtam, csak nyilván amikor ezer ember volt ott, akkor ezer ember volt ott. most meg 25 ezer embernek, de ugyan, ugyanaz van, mint ezelőtt másfél évvel, vagy egy évvel, amikor még nem volt ott ennyi ember. Ez, ez a, a, a nye, nyers, vagy életszagú tartalom, ez szerintem, amit én meg imádok az Instán, és én is imádok ilyen embereket követni, úgy gondolom, ez így. A sikere jön a kudarca, valaki felemelkedik, azt mindig jönnek, uh -huh. akik vissza akarják rántani. Te tapasztalod már ezt? Picibe picibe és nem jó. <laughs> hogy éled meg, vagy, vagy hogy dolgozod fel, vagy hogy, hogyan kezeled ezt? Um, hát uh, Erről te sokat mesélsz a, a, a hét indítóidban. Ez, ez nagyon sokszor téma nálad, aminek én nagyon örülök. És, um, és hát igen, próbálok így, hát így egy falat felhúzni, és nem uh, hogy mondjam, nem uh, beleengedni magam ezekbe az érzésekben. Amik, amik onnan jönnek. Na jó, de ez nem csak elhatározás kérdése. Hát dolgozok rajta, persze. Dolgo, egyszerűen ezen dolgozok, hogy amikor érzem, hogy ez, ez elkezd rám úgy hatni, akkor áll csak meg, és akkor tudatosan egy kicsit ezt így helyre rakom a fejemben, hogy ez nem rólam szól. De kellemetlen. Ne, kell, nem fogok hazudni, abszolút rossz érzés, hogy ne. Azért beszélek erről ennyit egyébként itt is, meg hétfőn is, mert ez a, ez a digitális élet sajátja, mm. hogy nagyszájú, mm. egyébként félénk kanapéhuszárok, nem most rádióban nem mondom, hogy szoktam őket hívni egyébként, a végtermék kukacnak szoktam egyébként hívni őket, hogy így helyettesítsétek be a szót, de hogy tényleg profilkép és név nélkül képesek nagyon csúnyán bántani embereket, és én azt szeretném elérni, hogy, hogy, hogy fogjuk azt föl, hogy aki nem tudja fölvállalni a képét meg a nevét sem, az nem számít, tehát nem, mert az ő véleményére figyeljünk, figyeljünk arra, miközben ez nekem is egy kihívás, egyébként, és nyilván ott támadnak meg mindig, ami neked azért pontosan tudod, tehát, hogy, hogy fáj, tehát ugye ezért beszélek ne? egyébként erről ennyit, uh -huh. mert ez fiataloknak, tiniknek, öregeknek, teljesen mindegy éretteknek, ez mindenkinek rossz hiszen mindenki szeretve Abszolút. szeretne lenni. Ö, egymás közt, a nem akarok beleszólni oldalban, hármatok között ö, van bármi munka megosztás, az egyik forgat, a másik ír, vagy hogy csináljátok ezt? Hát nagyon random csináljuk, és hát nincs, olyan szinten nincs, hogy mindenki ugye ugyanannyi dolgozik, mert ugyanannyi videó kerül ki mindenkitől három naponta, órára pontosan, ezt tartjuk. De az elején gyakrab volt. Így van. Ez jól látom. Miért van most csak három naponta? Hát mert szeretnénk sokáig csinálni azért, és jó lenne nem, nem belefáradni, vagy nem, nem elfáradni, erre nagyon vigyázunk a lányokkal, nagyon tudatosan Judittal és ezt ez, tényleg ez, ez, ez egy, ez egy tudatos döntés volt, körülbelül nem tudom, a harmadik hét után, amikor éreztük, hogy ezt nem lehet tartani. És muszáj volt húzni egy vonalat, és akkor ez a vonal, hogy ezt így, ezt így tök jól, jó érzéssel, kreatívan bírjuk. Mennyi idő egy videót elkészíteni? Mert engem mindig ez érdekel, uh -huh. hogy ez is kutatsz gyereket nevel. De tényleg, hát ez azért aki anyuka, és most Igen. online, nem tudom, pontosan Igen. tudjuk azt, hogy fölébredünk reggel, és már este van, és közben enni adtál, és közben uh, rajzoltál, és közben online feladatot csináltál, de közben a munkád is ott van, de most már Instára is posztolni kell, mert várja a követő, de még egy kávét nem ittál és délután négy óra van. isten És akkor jön a szívek szállodája neked néha, amikor kikattasz, de... De hogy, de hogy mennyi idő egy videó? Egy videó... Um átlagosan, úgy, úgy azt tudom mondani, hogy kettő óra, onnantól kezdve, hogy megvan az ötlet, hogy, hogy miről szóljon az a videó, és, és onnantól kezdve azt meg kell írni a szöveget, fel kell venni. Mi megírjátok. Igen, igen. Van olyan téma, amire nem kell megírni, a, ami csak úgy kijön, de a több az, amire azért kell írni egy vázlatot, vagy néhány, tehát hogy azért úgy össze kell rakni, persze. Persze. Ha valaki nagyon vonzódik egy karakterhez, lehet, hogy az az ő tükörképe? Hát hogy Benne Bennem olyan anyósér, hogy. Ez... <laughs> pont ezért kérdezem, <laughs> mert a budai anyósérkép kép speciál. Az, az, a baj, hogy mindig megmutatom a barátnőmnek, és akkor mindig ilyen furcsán <laughs> nevetnek, <nélkül, gül> hogy. Hát, 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 <laughs> szegény gyerek, ugye? Haj, szörnyű, Te melyik karakter vagy? Biztos, hogy a budai, mert az jön ki belőlem a legegyszer. Tehát azt vágás nélkül, nem tudom észrevette, de azt vágás nélkül veszem fel. Tehát ott nem kell megvágni az anyagot, mert elrontottam. Az úgy kijön. Hát ö, egyébként zavarba egy, hogy mennyire olyan jön. mondatok hangoznak el benne, amik úgy az emberben Igen, úgy át átfutnak, és a vidéki anyós honnan van? Hát az olyan velem a tájszólással minden el együtt, az, az is, így benyom benyomok egy gombot, és jön belőlem, és azt nem kell nagyon kín, kínlódjak azzal sem. Mert hogy te tájszólással beszélsz, eredetileg? Hazamegyek, és akkor elkezdek áúzni egy kicsit, úgy. Jó reggelt! De jó, és imádom! És, és, hát, és miért nem beszélsz itt is úgy? I, hát mert nem tudom, hát úgy annyira, hát mert, mert vicces, és akkor nem vesznek komolyan. Ez milyen érdekes egy ilyen kis országban, mint ami mi vagyunk, hogy, hogy úgy akarunk beszélni, hogy a fővároson Igen, beszélnek, miközben Igen. hát nagyobb országokban, mint Igen, mondjuk Igen. az államok, hát senki nem foglalkozik azzal, Igen. hogy a Texas mondjuk Igen. azt se érted, hogy mi van. Igen. E azt hittem, hogy a memme az időt mutatja, de nem. Csak vizget a csuklója. Szóval, hogy ez egy idomulni akarunk. Igen. Te mennyire vagy szabálykövető? Fú... Hát, mert mi, hát mi, mi? mire gondolsz? Alapvetően arra, hogy egy, nem tudom eldönteni. Tehát egyik pillanatban azt látom, hogy végtelen maximalista vagy, mm. ö, nagyon perfekcionista minden videót fényelve, a hangja, a színe, a ruhád a karakterekhez felvett kiegészítők, tehát hogy annyi, én ugye nagyon maximalista vagyok, tehát meg, megérzem a hason szőrűt. Másik pillanatban pedig azt gondolom, hogy egy végtelen vagány, laza, spontán sodródik az árra, csaj vagy, hogy mind a kettő te vagy, mert akkor viszont tényleg ufó. <laughs> nem, hát a, ez, a, ez, a, maximalizmus, ez, ez azt, azt, veszem észre, hogy most már 38 évesen magamon, hogy ez abban jön ki pontosan például a videóban, amit imádok csinálni. És akkor ott, ott a anyait. Tehát ott nincs olyan, hogy, hogy mit tudom én, most nagyon homályos legyen a kép, vagy szemcsés legyen, vagy a szemem ne legyen, pont kihúzva, vagy nem tudom. Tehát ott aztán, hogy igen, odarakom magam. De közben a mosatlan, az lehet, hogy két napja ott áll, és az, az, az még lehet áll egy fél napig, amire oda jutok, hogy elmosogassak. Tehát így, így, így. Kutatóként nem derogál, hogy mosogatni kell? Ne. Tehát azt sose érzed, hogy a francban, amikor a nanorészecskék várnak, itt mosom ezt a lábost, vagy nem tudom. Soha nem jutott eszembe, de haza megyek, és lehet, megbeszélem ezt a fennel. Hát nem tud hogy... segítséget várni, mert ő is Én kutató, tehát ugye ettől aztán nem lesz jobb, ugye? Hogy a, Igen. Öm, te, te felméred azt a felelősséget, hogy, hogy hoztál egy olyan életérzést, és egyébként ezt többen írták, amikor tegnap kilakta a kínstál, hogy te leszel a vendég, hogy, hogy az benned a klassz, hogy azt az érzést felébreszted a lányokban, hogy okosnak lenni menő. Hm. És ennek baromira örültem, mert hm. a mai világban inkább azt látom, hogy 60-90-60. Négy, négy órát kell készülni, hogy tökéletes legyél semmi természetesség, stb. 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 Tehát inkább ez az insta világ inkább erről szól. Mm -hmm. És te hozol egy vonalat, hogy okos lánynak lenni lehetek menő, lehetek vicces, humoros, de tanulni, és okosnál lenni menő hogy ezt, ezt, ezzel szembesülsz, mm. hogy ez egy... Ebben még nem, 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 ez így, nem, mert annyira nincs központban a, fizikusság a, 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 közösségi médiás felületeimen, hogy, hogy nem például erre. Igen, mindig írják, hogy hát ez mennyire menő, de ez de király, de annyira örülök, hogy ezt mondod. Nem is én, hanem a uh hallgatók, -huh. vagy a, a követők, de, de ugye ez tényleg így van, hogy ha egy Ugye minden okos lány szebb akar lenni, minden szép lány talán okosabb, de inkább ez veszett el a világban, uh -huh. hogy a szép lányok már nem biztos, hogy akarnak okosok lenni, ha maguktól nem uh -huh. azok éppen. Uh -huh. És szerintem ez egy fantasztikus dolog, uh -huh. hogy lettél itt a, a színen, mert mert ez egy új irány, ami, amit sokan tudnak követni. Tehát van a fizikusság, ami kutató lét, van a kőzőművészet. Igen. <s> Te unod ezt? Nem, csak így, így mondod, és így... Oh, Kiről szó lesz vajon, nem? nem tudom, nem. Kirom, figyelek. Van a jótékonyság, amiről, amiről sokat fogunk beszélni, csak most nincs olyan sok időnk, hogy ebbe belevessük magunkat a részletekbe, de, de arra, hogy el, elgurítsuk ezt, az nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ahogy Budapestre érkeztél, napokon belül már is egy civil segítőszervezethez csatlakoztál. Ne, nem, nem, nem napokon, pár év eltel, de, de folyamatosan kerestem hogy kihez, mert hogy úgy kellett érezzem, hogy az, hogy az az enyém, vagy az az én helyem, hogy oda-oda, uh -huh. és, és igen, és néhány év telt el, amikor én megtaláltam a heti betevő egyesületet, és, és akkor hozzájuk csapódtam, és, és néhány évig náluk önkénteskedtem, fotóztam, ételosztás, pályázatírás, ilyesmi. Így. Mennyire viselt meg? Mert én, én egy-két alkalommal voltam ilyen, ilyen önkéntes. Én napokig borzasztóan voltam, mert az ember azt gondolja, hogy egy ételosztáson bizonyos típusú emberek vannak, és aztán ott szembesülsz azzal, hogy baromira nem, és családok jönnek, és Igen. teljesen normális, kinézetű emberek. Ez most nem azt jelenti, hogy a hajléktalan nem, de hogy Persze, érted. Hogyna. nagyon hogy... durva. Az eső után a a, hát így kis kanállal kellett összeszedni engem, um, és aztán mondták az önkéntes társaim, akik már ugye évek óta ezt nyomták, hogy nyugi, ez, ez lesz jobb is, és akkor nem hittem, mert annyira hát nagyon megnyom, a, a heti betöve az úgy osztott ételt a pandémia előtti pillanatokig, hogy háromszáz ember volt jelen a klauzáltéren 253. mikor, mennyi, rengeteg, tehát az egy ez az az borzasztó, borzasztó, és akkor ott áll tíz önkéntes, és szembe azzal a tömeg és, és akkor nyomja órákon át. Történetek, storik jönnek. Tehát az nem csak annyi, hogy oda ételt. Hát nem, ugye? hiszen ott áll percekig, hosszú percekig, így persze beszélget. Hát hogy, és te sem tudsz nemet mondani. Tehát hogy nyilván ott szociálisan érzékeny emberek osztják azt az ételt, ott be bemonódsz. És igen, az első alkalom az, fú, hát ez brutális volt. És akkor így, így hajszálanként könnyebbedett, amire az ember megszokja. Igen. De a segítés minden pillanatban megvan neked. Ez honnan jön, ezt otthonról hozod, mm -hmm. vagy ez egy saját. Anyukám, anyu, szüleim. Tehát ez nálunk olyan volt, hogy hogyha mentünk az utcán, és, és, ott volt egy hajléktalan vagy egy rászoruló, tök mindegy, olyan nem volt, hogy nem adunk neki apró pénzt. És, és én megkérdeztem anyukámat, nagyon kis gyerek voltam még, hogy de miért kell adni. És akkor anyukám azt mondta, hogy mert van. És hogyha nincs, akkor nem adsz, de hogyha van, akkor. A, tehát, hogy ez nem volt. Akkor kér... kell adni, de, ha van. És ez, de, és ez, olyan volt, Igen. mint hogy reggel fogatmosolt, tehát, hogy ez nem kérdés. És ez annyira, ha, mit tudja, én három éves korodtól ezt hallod otthon, akkor nem, tehát ez nem kérdés, hogy akkor valamit kell csinálni. És Csabinak is mondod ezt? Igen, figyeltem, hogy Csavira, mikor lesz az első ilyen kérdése, és megtörtént, és majdnem elbögtem magam, az autóba ültünk, hát mögöttem ült, vezettem, és a jelzőlámpánál piros, oda jött egy rászoruló, és kérte aprót, és adtam neki, és megkérdezte. És ugyanazt mondtam neki, amit anyukám mondott nekem, és az annyira szép pillanat volt, úgyhogy remélem, hogy neki is ez így. Én csak ebben hiszek, hogy a következő generáció általunk, ha ügyesek vagyunk, akkor már sokkal, Felelősebb lesz, mm. sokkal segítőbb lesz, mert az is tapasztalatom, és erről kifejezetten érdekel a véleményed, hogy bármilyen ilyen akcióban részt veszek, a kis pénzű ember mindig mm. ad, aki adhatna, és úgy, hogy meg érezni, az nem ad. De miért? Hát ezt kéne megfejtenünk, hogy miért, mm -hmm. mert én, én ezen. Napokig fogok vekengeni, hogy, hogy, e, hogy ez hogy van, mm -hmm. és hát mondjuk a, nekem viszont van egy olyan igazságérzetem, hogy én viszont felhívom a tehetős barátaimat, és egyszer szépen szólok, aztán nekik sem, de már elfogadnak így. Tehát, hogy így szeretnek, a barátnőm szokta mondani, Nikol barátnőm, hogy tudod, a legnagyobb dolog a barátságunkban, hogy, úgy, hogy, hogy nagyon ismerlek, és mégis szeretlek. Ezt szoktam mondani, mert hogy én azt érzem, hogy nem kérek senkitől, akinek nincs aki van, akinek mm -hmm. van, az. az igen. Nem tudom, miért van így. Nem szocializálódtunk erre nem. szerintem azért. Nem. Meg, mint hogyha nem tudnák, hogy az mit, mit, ez az elefánt tehát, hogy nem, nincsenek tisztában, úgy, 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 Na mindegy, nem menjünk ebbe bele. <laughs> Azt írja valaki, hogy én most eléggé szégyellem magam, eddig inkább nem mertem adni a gyerek előtt Eddig. Tehát, jó. hogy már egy embert meggyőztünk De arról, jó. hogy hogy segíteni szükséges. Most milyen jótékonysági tevékenységed van, ami, ami fontos, és én mindig szeretném kihasználni ezt a lábdom arra, hogy ezeket elmondjuk. Akkor mesélek róla nagyon szívesen. Van egy család, akiket amúgy a heti betevős ételosztáson ismertem meg. Egy nagymama egyedül neveli a négy unokáját évek óta, és hát elég nehéz anyagi körülmények között, és és őket a heti betevő segíti étellel sok éve. Um, és talán két éve volt az, hogy én akkor már nem, nem önkénteskedtem a heti betevőben, mert meg volt a gyerkőc nálunk, és na, egyszerűen nem volt már fizikailag időm uh, kiárni, hogy uh, a fülembe jutott, hogy, 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 nagyon, tehát, hogy nagyon nagy a baj, hogy most számla ki, befizetés kilakolt, tehát, hogy mm. most nagyon nagy a baj és akkor elpattant valami a fejembe, és azt mondtam, akkor még semmi követő tábor, meg semmi extra nem volt mögöttem, de elpattant valami a fejembe, és azt mondtam, hogy én nem hiszem el, hogy nem tudom, 30 ezer forint kellett volna fixen havont, és nem hiszem el, hogy 30 ezer forintot nem tudok összeszedni a barátaimtól, vagy az ismerőseimtől havi szinten. És akkor, akkor hílettem meg először ezt az adománygyűjtést, és én azt hiszem, hogy első évben összejött 2018-ban havi 45 ezer forint, de ezt úgy képzeld el, hogy ilyen 500 meg 1000, volt, aki 10 ezeret adott havonta, és a mai napig adja, és imádom ezért. És volt, aki 1000 forintot, meg volt, aki jött, tehát, hogy ilyen a sok kicsi. És um, második évben 65 ezer forint, és akkor eljött ez az év, amikor már ott volt ilyen 20 ezer követő körüli az oldalamon. De hát mondom, nekem meg kell hirdetni, és meghirdettem, és akkor ez most így berobbant erre az évre. Igen. És akkor a pluszt mire használják most? Hát az van, hogy, 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 hogy láttam, hogy be fog robbanni, és akkor, és akkor már azt mondtam, hogy hát akkor ez nem a napi megélhetése lesz, hanem a gyerekeknek a jövőjére. Tegyük félre a tanulásra, mert nagyon jó tanuló gyerekekről beszélünk. Tehát, hogy van egy saját családod, és van még egy családod. <laughs> Igen, így messziről. Szerintem ez fantasztikus dolog. Tehát, megélni, és az valamelyik amerikai pszichológus mondja azt, hogy a, a segítés és a jótékonyság, amellett, hogy egy emberi szükséglet és mm -hmm. kötelezettség, tulajdonképpen a legönzőbb dolog is. Mm -hmm. Mert ugye ettől érezzük magunkat szinte a legeslegjobban, hogyha Igen. másnak adhatunk. Igen. Innen fogjuk folytatni, az Instán folytatjuk tovább, a rádióhallgatóktól átmenetileg elbúcsúzunk, ez itt a 95.8. Sláger FM, és a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, pár perc is jövünk vissza, de az Instagramon addig is folytatjuk tapasztó Orsival a beszélgetést. A műsorszám termék megjelenik. hat perc ilyenkor, mert mégiscsak <sínt> <sínt> ezt látják. Öm... És ilyenkor mindig olyasmiről akarok beszélgetni, ami, ami esetleg a rádióhallgatóknak nem, de itt lehet azolni. Tehát, hogy, hogy van egy család, és sokan segítenek. Összejön a diákságnak a pénz, vagy a tanulásra mm -hmm. a pénz. Ö, és akkor ilyenkor a mi a következő lépés, hogy te itt meg tudsz állni, és azt mondod, hogy a kereteim és a határaim ez, mm -hmm. és nem veszek el több időt a családomtól, a pénzemből, mert nyilván ez mindentől, mm -hmm. ez nem csak pénzt veszel, vagy mi tovább, és akkor még egy család, még egy család, vagy ösztönzöl most mindannyiunkat arra, hogy fogadjunk örökbe egy családot, és segítsük Igen. őket. Igen, hát ez én, tehát amikor összejött, kimondhatom, hogy mennyi jött össze, több mint négy millió forint összejött egy, egy mm. kéthetes két hetes periódus kapcsolatosról beszélünk, elképesztő volt, és azon felül pedig összejött, most, most ezt kimondom, és a követő, most, most ugye ezt az Instán mondom, de a, a, az oldalamon még nem is posztoltam, hogy most derült ki az márciusra, hogy havi szinten 200 ezer forint rendszeres utalókból. Ami zseniális, mert Szerintem. azt kértem az emberektől, hogy ne, ne egy nagy összeget adjatok, hanem sok kicsit állítsatok be egy rendszeres utalás, mert hogy ez a túlélés, tehát hogy tudjanak, tudják, mire számítsanak. És, és erre most bejön havi 200 ezer forint, amiből ők ugye megélnek. Na, és a, amikor ez, ez, így, ez így tiszta lett az én fejembe, hogy ez így most, most hol tartunk, na akkor értettem azt meg, hogy na ezért kell nekem az instát csinálni. Na, ez a, na, köszönöm szépen. Tehát de de, ekkor éreztem azt, hogy na, ez a haszna. Mert tök jó a rengeteg pozitív visszajelzés, nehogy félreértsetek. Tehát imádom nyilván az énegómnak, ez abszolút nagyon, kinek ne esne jól, de az, amikor egy családnak az életét fogodoszt, megváltoztatod. Az, na, szóval az az tényleg az elképesztő. Szerintem ez, én abban a mondatban hiszek, hogy az ember hagyatéka, minden egyes ember, akihez köze volt, és akit valamilyen módon segített, befolyásolt, megérintett, bármi. Tehát ő azért azt mondhatjuk, hogy a te hagyatékod, ha így marad, már akkor is nagyon szép, és hát ahogy téged most így ismerlek már, nagyon régóta, legalább 32 percig igaziból. Szóval ez nem marad így. Meglátjuk. Ugye volt Budapest Bike Mafia igen, is, tehát neked az, igen, az egész, az, igen, hogy adni, segíteni, igen, az az igen, életednek igen, a, a szerves része. Igen. igen Nálunk igen. ez úgy kezdődött, amíg itt az instán vagyunk, hogy a Dani nevű gyermekem, aki egyébként most írt nekem, vagy nekünk, hogy nagyon jók vagyunk. Ö, szia Dani, Kám, szereted ilyenkor, tudom, a hat percben. hogy. Ö, hogy azt hiszem három vagy négy éves volt, amikor karácsony előtt adtam neki egy neylonzsákot, és azt mondtam, hogy amit nem használunk, de mm -hmm. még jó, legyél kedves, ebbe tedd bele, mm -hmm. mert elviszük azoknak a gyerekeknek, akinek nincs. É. És ma már olyan november körül magától mondja, hogy akkor é. most mit viszünk, meg vigyünk, meg szedjük össze. Tehát szerintem ez abszolút a mi felelősségünk. Abszolút. És az anyagias, az anyagias világban egyre kevésbé é. itthon. A máshol nem, máshol azért ez a segítés, ez nagyon működik. Mm. Amerikában ugye összeállnak a szülők, minden Igen. évben van egy süti vásár, és akkor felújítják a tornatermet, itt Igen. van ez nem. Igen, de képzeld el azt, hogy én ezt ilyen 20 ezer követővel összejött 4 millió forint. Most képzeld el, hogyha nekem a nagyokhoz hasonló, amikor lenne 100 ezer követő, 150 ezer. Tehát vannak ilyen oldalak azért. Neked is lesz, lesz, ezt most megmondom. Oh, így. Már. De hogy... Már de Mert hogy... írjuk fel. Írjuk fel. <laughs> <laughs> hogy Orsinak jövő év ilyenkor... Ne, ne, <laughs> tehát jövőre ki biztos, hogy eléri 100 de, Szóval, hogy igen, ez olyan jó lenne a se válna. Én szeretném azt a mozgalmat megkérdezni itt most, de majd a rádióban elmondjuk ezt meg most is, hogy mindenki, aki tehet és minket agat, fogadjon örökbe egy családot. Hogyha megteheti, akkor egy nagyobb létszámú családot, ha nem, akkor csak egy kisebb, de fogad... Tehát, hogy ez aki... Tehát, hogy ez nem olyan áldozat, viszont egy életet adunk mm. másoknak. Mm. Így van. Aki szeretne ezt csatlakozni, hol talál ilyen családot? Igen. Mert itt takadunk el mindig, hogy jó Abszolút. de kinek? Uh -huh. uh, hát én írnék um, például a, a Heti Bető Egyesületnek, vagy a Budapest Bárk Mafiának, vagy, vagy tehát olyan szervezeteknek, ak, akiben az ember megbízik, vagy akiben az ember, mert ugye ez mindig kérdéses, hogy én nem adok alapítványnak pénzt, mert ezt tudjuk, ezt Magyarországon, ezt, ezt szeretik hangoztatni, aminek ugye vannak, sajnos um, vannak alapjai. Um, így én a szervezeteken keresztül próbálnék olyan családokat találni, vagy családsegítőn keresztül minden kerületnek van hivatalosan családsegítő szervezete, és azon keresztül. Önkormányzat. Akkor ide se jöttél hiába, mert ezt még majd a rádióm is elmondjuk, és biztos vagy, én teljesen biztos vagyok abban, hogy hogy ez ösztönöz néhányakat arra, hogy, hogy segítsenek. És szerintem ez ez minden emberi létnek egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy adjunk, segítsünk, ha tudunk. Mert meg hát egyébként is szerintem azt. Azt kapjuk, amit adunk. Uh -huh. És én ezeknél az eseteknél azt is el szoktam mondani, hogy, hogy olyan is van, hogy valakinek nincs pénze adni, uh -huh. és az se baj, Persze. mert lehet mást is adni, mert egy idős néninek uh, uh, egy világadomány, hogyha valaki elmegy hozzá beszélgetni akár, Igen. aki egyedülálló, vagy csak felolvasni, uh -huh. vagy csak elmegy bevásárlni, uh -huh. tehát segíteni nem csak pénzzel lehet. Ja. És szerintem ez is nagyon-nagyon fontos. Valahogy fel kell majd vidítanom téged, mert most elvittelek egy egy szomorú irány. Nem. Kiből Családsegítő nem. szolgálatok vannak az egész országban, őket érdemes megkeresni. Ha acaszt valahol az életben vissza is kapod, ha jót, rosszat, én ezért szoktam jó cselekedni, mert tudom, hogy vissza fogom kapni, én meg ezért nem állok bosszút soha, mert félek a karmától. Hmm. Tényleg. Elképesztő az Orsi, ez így nagyon inspirál. Most komolyan elgondolkodtam a válasz egy családod dolgon, de jó, látod, a szívügyed itt is helyet talál magának. csodások vagytok, példaképek. Hmm. E Mindjárt bőgünk, úgy látom. Annyira jó titeket hallgatni. Orsi, csodálatos vagy, Krisztom, nagyon jók a kérdések, annyira érdeklődő vagy. Hát igen, mert úgy na, tényleg érdekel. Szia, Anyuci, ez az én gyerekem, egy percünk van még az Instán, szia, kisfiam. Ezt a, az én kisfiamnak mindent szabad, tehát hogy az Insta hallgatók tudják, ezért most ezt itt még, ugye én ha hivatalosan nem lehet gyerekem, ő meg ezt nem tudta. Ennyi. tehát 13 éves, de a mai nap még egy csodának élem meg a kis létezését én most eléggé szégyellem magam eddig inkább nem mertem adni ezt az előbb elmondtam, jó. de hogy sokan-sokan-sokan vannak Több akik jó. szeretni akarnak segíteni szeretnének majd, nagyon jó szerintem van egy pár másodpercünk, és akkor utána újra összekapcsolódunk mondjuk nem most <laughs> mikor, hanem most 19 másodperc ez a fránya idő, látod hogy itt repül veled, ez durva, igen. Ugye, hogy ez Nos, fél... Ok, ez nagyon kemény, nem hiszem el, hogy fél idő. Nem, és a végén az lesz, hogy basszus, ezt ennyi is meg mindenről nem beszéltünk. Igen. Né, de mindjárt igen. fogunk. Önkéntes vagyok Hollandiában, tiszta hülyének néz Erdélyben és Magyarországon a családom. Van. Sziasztok csodanők, Orso holna hol holnap reggel egy kávé írja Open Minded alsó vonal T1. Okay. Te puszit küldesz. 5, 4, 3, 2, 1. És drága hallgatók, újra itt vagyunk Köszönöm. a 95.8 sláger FM hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történeteivel. Kende Hofer Krisztina vagyok, és mai vendégem egy igazi csodanő, tapasztó orsi, aki fizikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia kutatója, akiről megtudtuk, hogy lételemei szív ugye az, hogy segítsen, akin csak tud, és akin csak lehet, aki a képzőművészeti szerelmét sem hagyta el, és, és tűfilcel, és akvarellel fest is, de amiről az Insta kiállásban beszélgettünk, az az, amit itt is nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy segíteni fontos, ezt körbejártuk minden szempontból, úgyhogy azt mondom nektek is, drága hallgatók, hogyha van lehetőségetek, akkor fogadjatok ti is örökbe egy családot, csak úgy, mint Orsi, eh, illetőleg akik az Instán most nagyon lelkesen elgondolkodtak ezen, és arra jutottunk, mert ugye az első megállás mindig ott van, hogy jó, de honnan tudjam, hogy ki az, aki valóban rászoruló, és szívesen segíteném, és ezt megtudtuk Orsitól, hogy minden kerületben van családsegítő, eh, akik szívesen segítenek ebben, hogy megtaláljuk azokat a családokat, akiknek tényleg fontos az, hogy fix havi bevételük, ételük, segítségük, fizikai, anyagi, bármilyen eh, természetű legyen, mert, mert ha tudunk, akkor segítsünk, mert igazából eh, Szóval mindig mindannyian valakitől várunk megoldást, meg feloldozást, meg mentést, de szerintem ez az egész társadalom, a vióta létezünk úgy működik, hogy magad uram, ha szolgád nincs, tehát hogy mi magunknak tudunk egymásnak közösségben segíteni. No, Orsi, térjünk vissza rád, mert annyi minden van még, amiről nem beszélgettünk, és már csak fél óránk van, fel nem fogom. Többen kérdezik, hogy visszahallgatható lesz-e a beszélgetés. Igen, az én Instagram oldalamon fennmarad, Orsit betegelem, úgyhogy majd valahonnan onnan is vissza lehet jönni, de, de a podcast felületeken, a Sláger FM podcast felületein is megtalálható lesz, meg még a TMC YouTube csatornáján is, úgyhogy el nem múlik senkinek az, hogy ezt ne hallgathassa meg. Nos, Csabi. Sokszor emlegetjük Csabit. Beszélhetünk róla? Persze. Hol van az a pont egy nő életében, amikor eldönti, hogy örökbefogad. <laughs> hát, um, hát amikor ugye nem jön össze másképp a dolog, um, nálunk sok évig nem jött össze, de nem mentünk el a falig, uh, tehát nem, nem sok lombik, meg szóval semmi ilyesmiről nem volt szó az esetünkben. Um, a, az örökbefogadás az mindig ott volt így egy ilyen bételtként valamiért csodálatos, nem tudom miért, tényleg egyikünk családjában sincs örökbefogadott gyerek, mind a kezden egy kék vagy, tehát nem tudok így visszavezetni sem, egyszerűen ez így, ez így adott volt ez a, ez a ez az útvonal, hogy akkor, akkor majd lehet, hogy erre. És um, a, a, 16 ban 2016-ban, amikor nekem anyukám elment, én akkor úgy, úgy felébredtem. És uh, ugye azt úgy tudjuk, hogy, hogy persze, hát, hát az idő az véges, és nincs... Uh, tehát ezt így úgy tudjuk, ugye? De amikor itt történik egy ilyen trauma, akkor egy kicsit felébredünk, és úgy, hát szembesülünk vele, hogy hát tényleg nem. No, és akkor ez volt az a pont, amikor én um, az egész családi uh, dolog után utaztam vissza Pestre, egyedül, és pont úgy jött ki a lépés, hogy férjem egy nappal hamarabb vissza kellett jöjjön, és egyedül utaztam, és, és, akkor így, mint egy megvilágosodás, hogy hívtam a férjemet, és mondtam, hogy holnap megyünk a tegyeszhez. Tehát eddig vártunk, kész. Tehát nincs idő tovább várni. Tudtam azt, hogy el elmegyünk a tegyeszhez, ez nem azt fogja jelenteni, hogy másnap gyereket kapunk. Tehát tudtam, hogy onnantól kezdve az még évek, tehát én nem rögtön szerettem volna uh -huh. nyilván, főleg egy olyan lelki állapotban, de azt viszont maximálisan éreztem, hogy jó, akkor. Hát akkor, akkor, most már, na, csináljuk a dolgunkat, jó? És akkor léptünk. És. Uh... Mennyi idő telt el az elhatározástól addig, ameddig először otthon aludt? Napra pontosan kettő év. Azért az egy izgalmas időszak, nem? Igen. Igen. A, hát úgy az, abból a szempontból nagyon érdekes, hogy aki örökbefogadásra vár, az nem pörög rajta. Legalábbis a legtöbben, akik én beszél. Várakozás időszak van, nem pöröghetsz rajta, mert megőrülsz, mert nem tudod, hogy mikor fog csörögni a telefon. De úgyis elmész a tanfolyamra, azzal is elmennek Igen, hetek, persze, hónapok. Persze. Tehát ott Igen. Nekem egy nagyon szoros ismerősöm örökbe fogadta az ő kisgyermekét, és ugye az a mondás, hogy hát mindenkinek a pocakjából születik a, a baba, nekem a szívemben született, és engem ez annyira meghat gondolat. És ők azt utat választották, hogy nulla éves korától teljesen nyíltan beszélnek erről. Csabi volt az első gyermek, akit, akit megmutattak nektek? Nem. Volt egy kislány, őt, őt nem tudtuk bevállalni, mert, mert hát olyan fizikai problémái voltak, hogy egyszerűen tehát nekünk kellett húzni egy vonalat, hogy mi az, amit igen, be tudunk vállalni, és mi az, ami nem. Sajnos őt nem tudtuk, és a második volt Csabi. Akit, akit konkrétan így az első 10 perc után éreztem, hogy mesélt róla ugye az ügyintéző, ilyenkor ez úgy zajlik, hogy bemegy az ember a tegyesz, és akkor hosszasan, Mesélnek a gyerekről is, kb. a tizedik percben éreztem, hogy na jó, álljunk fel és hozzuk el azt a gyereket. De így, tehát ilyen, ilyen derültékből így elöntött ez az érzés, és ez az, az, az így kitartott. Igen. Ez nagyon érdekes dolog, mert én azért szeretnélek tő, téged erről kérdezni, bár semmi köze a karrierhez, de szerintem ez nagyon fontos, mert pont ebben a ennek a barátnőmnek az életében láttam azt, hogy ahogy elhozta az ő kicsikét, baromira figyelek, hogy nehogy kimondjak egy nevet, ahogy elhozta az ő kicsikét, aznap, pontosan ugyanolyan szeretet és szerelem volt köztem, mint hogyha tényleg mm. ő hozta volna a világra, és ezt annyira kellene tudni az embereknek, hogy mm. ez, 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 ez jön, fölébred Abszolút. az ösztönöd. Abszolút. Igen. Tegnap megsirattál, volt egy posztod, ahol állsz, egy félhomályos <laughs> nappaliban, gégenben, tehát hogy így a mm. körvonalaitok látszanak, az öledben van Csabi, és írtál egy nagyon szépet arról, hogy most nincs a világ, csak ti ketten vagytok. Óriás szerelem? Igen, hullámzó, óriás szerelem. Hullámz, olyanokat tudunk veszekedni, hogy ihaj csuhaj. Pont olyan, mint én meg a férjem. Tehát mi, ugye nagyon határozott, a Csabi pont olyan, mint mi. Tehát nagyon durván. Szembe megy, véleménye van, határozott, hogy öt évesen ő, ő megmondja. Ő, 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 ő és most már Kire mitalkozi? ütött ez a nem gyerek? Nem nem értem. Elképesztő. És, 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 érvei van. Tehát most már lesznek itt kemény évek, de szóval igen, ez egy, ez egy nagyon intenzív és hatalmas szerelem. Hát, hogy nem. Soha nem üteszed be? Micsoda az? Hogy, hogy nem te hoztad a világra? Nem. Ez a durva, hogy pont van egy nagyon. az egyik legjobb barátnőm, szintén örökbefogadó anyuka, és pont ez röhögtünk néhány hónapja, hogy te, néha elfelejtem, hogy nem én szültem. És ha lesz olyan Tini korába, hogy a fejedhez vágja? Biztos lesz. Biztosan. Mit kell akkor? Erre, például a tanfolyam, erre mond nem, valamit? Nem, sajnos nem. Na e, 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 Innen csatlakozhatunk át a mentál vonalra, hogy miért, miért végzem a mentál képzést? Egyébként csatlakoz is, mert egyébként jött volna. Igen, tehát, hogy, sajnos nem. Mert de... egyébként tanul is még, tehát ez minden volt elég. Orsolya még tanul is egy kicsikét a felsőoktatásban, oktatásban. Mentál, a kimondhatatlan mentál mentálhigiéni, ez sikerült! Szakemb... Bocsán, szakemberé tanul. Igen, ez innen jött az ötlet pontosan, hogy a, hogy a rendszernek nincs kapacitása az örökbefogadó szülőknek a lelkét ápolni, mert nincs, és ez van sajnos, de hát most ez, ez tökre tökéletes. Hát én mert... most mondanám, hogy a milyen kecsen nagyon van ide ápolni. Hát hogy ne? <laughs> hát tehát pont erre nem jut energia, meg, meg ember, emberi erő. Hát ez, ez, ez van, és, és amikor mi benne voltunk ennek a közepébe, akkor ez, ez megfogalmazódott bennem, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Tehát ilyen nincs mert hogy ez, ez, így, ez, nehéz. Tehát ez egy örökbefogadási folyamat, az, az ez egy, a gyereknek is, meg a szülők. Hát szülők ott, ott válnak szülőké, de amikor már ott van a gyerek, tehát nem a pocakodban, nincs kilenc Igen, hónap. nincs kilenc hónap. felkészülni, van két hét kb. Pontosan, így van. Vagy het, így van, hetek, hetekről szól. Ami, ami, bürokrácia és rohangál, tehát hogy nincs egyszerűen, ott fel, amikor felébredsz, akkor már ott van a gyerkőc, és akkor, és akkor, a, és, és akkor a, neked anyá, anyává kell válni, de most azonnal, ami nyilván nem megy. Úgyhogy igen, és akkor innen jött az ötlet, hogy nekem valamit kellene tanulni, hogy én hogy az, az, az örökbefogadó szülőknek ebben a, ebben a szakaszban tudjak segíteni, na és akkor innen jött a mentál higién és vonal, hogy akkor talán az jó lesz. <gül> <gül> és ami mindjárt lesz. Igen. Mindjárt vége van, ugye ennek a, a folyamatnak? Most, ja, hát most, most vagyok az első évben, és még egy éven van. És akkor az ember, mi mit az ember? be beszélget tulajdonképpen? Igen, segítő beszélgetéseket folytatunk, és, és én nem véletlenül nem mentem pszichológia szakra. Terféle. Ezt akkor mi a pszichológia Igen. és a kótság, és e Igen. tehát, hogy Igen. nyilván csomó közös terület Igen. van, de mi a különbség? Igen, a mentál higiénében az a zseniális, hogy, hogy nem a tanácsot, ami, Tőlem borzalmasan távol állt. Tehát, hogy én ezzel úgy kihúztam a lapokat, hogy én, ne, hogy a, hát én leülök és Nem én, akarok minde? beleszólni. Nem, nem, azért mondom, de. Tudod, gyere hozzám és majd én elmondom. És ez az a módszer, ami ami arról szól, hogy, hogy az értő figyelemmel, meg az empátiával, meg a szeretettel, hogy én hogy leülök veled és segítő beszélgetést lebonyolítom mondjuk 50 vagy egy órában 50 perze, és te mesélsz nekem, és én csak figyelek. És visszatükrözöm az érzéseidet. De azokat az érzéseket úgy próbálom visszatükrözni, hogy hogy, te egy tisztább képet kapjál a saját érd, amit te kimondtál, tehát én semmi újat nem mondok neked. És az a durva, hogy amikor nekem ezt először elmeséltek, hát 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 ez az a hülyeséget, nem, nem most mi az, hogy semmit nem mond nekem újat, és akkor én majd ott megvilágosodok, és az a durva, hogy elképesztő, ahogy működik. Tehát, hogy csak tartasz egy tükröd, hogy te ezt te mondtad. És, és, és jön, jön, a... Jön az, hogy, haladsz, tehát, hogy így, így segít haladni az úton, és te megtalálod a saját válaszaidat, mert ez most elcsépelten hangzik, de tényleg ott van mindenkiben. És igen, és így átsegít különböző nehéz helyzeteken, stb. Nyilván van egy kompetenciahatár, nyilván a mentál és szakember van az, a, van az a kliens, akire azt mondja, hogy pszichológus, pszichiáter, tehát hogy, hogy olyan, olyan problémák, amiket én már nem, uh -huh. de azt tudom, hogy például örökbefogadással kapcsolatban abszolút ez, ez passzol. Ez az egész örökbefogadás, ugye neked ez egy misszió, hogy erről beszéljünk az Instagram oldalad profiában is ott van. E és én közben a Benedetto nevű szervezetnek próbálok segíteni, akik ugye nem örökbe fogadás, hanem nevelő szülőknek próbálnak felszólítani, vagy segíteni embereket abban, hogy levegyenek nevelő szülők abban az átmeneti időszakban, amíg az édes szülő elhagyja, vagy valamilyen nincs a gyereke mellett, és nem fogadják örökbe, hogy ebben az időszakban is családban Igen, legyen. Pontosan. De tőlük tudom, hogy nagyon kevés. Bőven sokkal kevesebb, mint amire szükség van a nevelőszülő. Embertelen a tudatlanság Igen. ezzel kapcsolatban. Ö, az örökbefogadás mennyire intenzív itthon? Mm, hogy mennyire pörög? Aha. Fú, hát én most nem tudok friss adatot, ilyen százas nagyságrendű, nem akarok hülyeséget mondani, hogy évente hány gyereket Körgetnek ki a rendszerből, hogy most csúnyán fogalmazzak. De rengetegen árnak sorba, azt viszont tudom. Tehát amikor mi sorban álltunk, akkor olyan 300, 300 pár állt sorba, és várakozott évekig. Mi Miközben év? hány szomorú sorsú Igen. állami Igen. gondozott gyermek van, Igen. és hol van az a korosztály, amikor már az esélyeik teljesen Igen. csökkennek? Négy év. És négy. utána már nem akarják. Nem, kőket. a négy is az már necces. Mi ugye három és felett írtunk be felső korhatárnak. Mi tudtuk is, hogy ezért nagyocska gyereket fogunk kapni, mert, mert kitoltuk a határt. A, a, négy, négytől felfele már. Figyelj, és utolsó kérdés erről, hogy amikor hozzátok került, akkor az első pár este nem kereste azt, ahol eddig volt? Vagy? Na, nagyon durva volt. A, úgy képzeld el, hogy megérkeztünk. Egy nagyon messzi is faluból hoztuk a gyerkőcöt haza és beléptünk a lakásba, és uh, életében nem látta a lakást, nyilván honnan látta volna, a gyerek lesevett, tehát lesevette a cipőt, kabát, csak éppen le volt húzva a cipzár, megindult, tett két jobb kanyart, uh, és bement a szobájába. És így mi szaladtunk utána, hogy Csabikám, hát hogy, hogy, mi történik? Csak, de, de, hogy, mit csinálsz? És felcsaptam utána a villám, sötétbe bement a szója, felcsaptam a villanyt, és, és, a gyerek így letérdepelt a játékai elé, és elkezdett játszani. É. És így megérkeztem, sziasztok. De ő is, igen. É, hello. De és így nem. levetkeztettem játék közben, és akkor még volt egy óra fektetés, jó, hát akkor játszál. Semmi. Tehát így megjöttem, sziasztok. Akkor ő egy ajándék. Nagyon durva. Igen. És azóta van ez a kapcsolódás. Igen. Igen. Elkényeztetés is van? Uh, én vagyok a rossz nem tudom, ez mennyire jön le. Egyáltalán. Tényleg? Nem. Komolyan? Nem. Abszolút, de durva. Mert hogy így mindenki Nekem valami... a majom szeretett Tényleg? jutna róla, de szerintem az, az imádatos csoda. Fú, férjem. Ő. A majj, Igen? Ő, nagyon el, ez is olyan elképesztő, hogy az ember mit meg nem tud a párjáról gyerekvállalás kapcsán. Tehát egy, de nem. Tehát... Nekem mindig azt mondta az anyukám, hogy nem férjet kell választani, hanem olyan férfit találni, aki apuka. Igen. Igen, na én most tudom, hogy úgy választ, de nem tudtam, hogy, tehát, hogy ez elképesztő, hogy az én férjem a levente, az az milyen apa. Ez, komolyan mondom neked, hogy, hogy elképesztő. Amikor Leventéről beszélsz, most harmadszor fogadod, hogy csillog a szemed. Igen, ez Igen. jó. Ez nagyon jó. Ez jó. minden nő álma szerintem, hogy a, a férjéről úgy tudjon beszélni, egy a szerelme is legyen. Tehát ez nagy szerencsé. Hát elképesztő, Pasi. Igen, és apa tényleg olyan apa, hogy én le vagyok ezen döbbenve, és akkor a türelme van a gyerekhez. Tehát, és amikor megengedőnek kell lenni, akkor ő megengedő. És én nagyon sokszor, de most miért adod oda neki azt a csomót? De most miért kellett odaadni? Mert akkor holnap pont így fogja kérni. Most, de, de tudod, hogy szabályok van. Jó, hagyjad már, és szóval, hogy igen. Ja, hogy te vagy ez a kontrollfri. Hát ott van, hát de nem adunk, hát 7 óra, hát nem el. Igen. Én lennék egy porszem nálatok, hogy körülnéznék, és kicsit végzően szórakoztató lehet egyébként, tényleg. Sokat nevettek? El, igen. Tehát Ebben a kutatói, segítői, mentálhigiéniás tanulói életben, Instagram ö, tartalom előállító életben sikeres vagy úgy az életben? Hú, úgy féltem ettől a kérdéstől. <síns> <de. síns> Úgy féltem. Hát akkor De de. De mi a siker? Hát ezt akarom mindig, hogy visszakérdezzen az, akitől kérdezem, mert hogy pont ez a lényeg, hogy nekem más, mm -hmm. mint neked, mm -hmm. mindenkinek mm -hmm. más a siker. Mm -hmm. És van többféle siker. Igen. Na, pont ez az, és a, 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 ha így, nem tudom a nagykönyv szerint, hogy hogy mit érz, és én a, a, a pénzgyűjtésnél éreztem azt, hogy, hogy na. Jól van, akkor, ezt, ezt, akkor, most ezt, akkor kipipálnám, akkor én most elértem a csúcsra, köszönöm szépen. Uh, mert hogy annak van értelme, érted? Tehát, hogy értelme ténylegesen. Na azt igen, azt annak élem meg. Uh, influencer vagy? Fú, a istenem. Hát a szó jó értelmében. Eddig jól érezte magát a kedves vendég. Tapasztó Orsi most azt gondolja, hogy most mindjárt megyünk az. Mennem, nem, nem. kell. nem, hát azért rajongásom töretlen, sose tennék fel olyat, amit nem szeretsz kérdezni. Um, az a bajom nekem az influencer szóval, hogy ez így Magyarországon nagyon, um, nagyon, 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 negatív felütése van már. Miért? Azért, mert, mert, mert hogy nyilván nagyon sok olyan influencer van, aki, um, hát aki mondjuk ki nem hiteles, és, uh, és ezért az emberek az influencer szót már inkább ilyen szitokszóként használják. Úgyhogy ez ezért nem szeretem ezt a szót, szóval mert nem szeretném, hogy rám szitok szavakat használjanak. De amúgy meg nyilván imádom azt, hogyha pont most, amit írt a kommentbe, hogy na akkor a gyerekem előtt most már fogok merni adni apróta rászorulónak. Tehát... Sí, sokan lennének nálad és nálam is porszem, hogy belenéznék, azt írják, meg azt, hogy nagyon elfogadnának anyukájuknak, többen írják, több ilyen nő kellene, mint Orsi, hiszen csupa szív. Valaki, és azt szerintem tök fontos, hogy elmondjam, hogy én is járok terápiára, és ugyanúgy van, én találom meg a válaszaimat, ő pedig tükröt tart. És Orsi egyik lábja után döntöttem úgy, hogy elmegyek terápiára, amit már évek óta halaszgattam. Szerintem ez a siker. Na, igen, jó, igen. Egyébként, tehát, hogy amikor engem kérdeznek a sikerről, mindenki arra gondol, hogy a nagyon mm -hmm. jó menedzser, meg a Forbes lista, de nekem nem az a sikerem, mm -hmm. amit én magamban mm -hmm. annak érzek. Az influencer szorul meg azt gondolom, hogy szerintem pont azért kell azt mondani, hogy igen, az vagyok, mert ez visszahozza a szónak a jó értelmét is. Mert aki nekem hiteles, lehet, hogy másnak hiteltelen, mert nem arra kíváncsi. Én nem vagyok ilyen influencer utáló egyébként, sőt, én azt gondolom, hogy bizonyos olyan influencerek, akik nem az én stílusom, sem, sem mentálisan, sem értelműleg, de mégiscsak valakinek adnak valamit. Biztos, amúgy igen. Persze. Öm, a kereskedelmi megkeresések a te oldaladon, hát ezt szereted, mondom én, tehát eljutunk oda, amit imádjuk. Nem, szerintem ez, ez is nagyon fontos, mert viszont akik ezt Ugye minket kétféle embercsoport hallgat. Most az egyik az, aki a, a te vagy az én követőm, akit érdekel, hogy mit tudnak rólunk, amit esetleg még eddig nem mondtunk el. A másik uh, csoport pedig az, akik vállalkozók, alkalmazottak, és szeretnének sikeresek lenni, és szeretnék megtalálni a saját uh, céljaikat az életben. És szerintem ehhez nagyon fontos az is, hogy amit, tehát hogy senki nem tud kiegyensúlyozottan missziókat teljesíteni, ha anyagi nehézségekkel kell nap mint nap megküzdeni. Tehát, hogy szerintem a pénzről csak Magyarországon bűn beszélni, a világ összes többi pontján nem bűn a pénzről beszélni, és én nemzetközileg úgy gondolom, hogy itt vagyunk a világban. <laughs> Öm, és soha nem kérdezek, mennyit ne félj, tehát nem a zsebedben turkálok. De ezzel a fajta sikerrel, ami rátok szakadt, és mm. ami rád egyedül is szakad a te oldaladon, ezzel kettő másodpercen belül jött az. Valószínűleg, hogy hívott mm. ez, hívott mm. az, pénzt ajánlott ez, terméket ajánlott az, ö, és az ember azt se tudja, hogy mi van, mm. tehát hogy mit akar. Kinek kell igent mondani, mennyit kell kérni, Jézus Krisztus mi lesz most. Tehát, hogy ezek már megtaláltak titeket, meg téged. Persze, persze, nagyon hamar, egy, ahogy mondod, így történt, igen. És akkor, és akkor de mi, mi a döntési mechanizmus? Hát a döntési mechanizmus az az, hogy az orsi mindig azt mondja, hogy nem. Ez a döntési mechanizmus, mert nekem van egy ilyen ellenállás bennem, nem tudom ezt elmagyarázni. Um, ez, ez, ez a saját oldalamon is látszik, de a nagy oldalon is, nyilván a nagy oldalon abszolút összhang van a csajokkal. De én vagyok az, aki, aki fizikailag nem. Tehát, hogy így rosszul vagyok, hogy így, én, én ezt így nem. És most már vannak um, együttműködéseink, amikre baromi büszkék vagyunk, mert társadalmi felelősségvállalás, központú együttműködések. És én ezt imádom, hogy ja, hogy ezt így is lehet. Á. Oké. Okay. És akkor í í í különböző ügyekkel kapcsolatban uh -huh. találnak meg minket olyan cégek. A saját oldalamon pedig ott is több büszke vagyok, mert ott is most márciusban lett kettő darab együttműködésem. Az egyik az body positivity, a másik pedig környezetvédelem. És, és hogy, és hogy na, na így, na ezt köszönöm szépen, hogy ilyenek megtaláltak, mert erre baro ennek nagyon örülök. Uh, mert hogy tehát inkább ilyen, ezek az ügyek állnak hozzám közel. Tehát uh, na, ennyi. Én szerintem a reklám nem ördögtől való, abszolút. főleg úgy, ahogy te csinálod, vagy ahogy ti csináljátok, igen. hogy tényleg ugyanúgy videókat vesztek igen, fel így, hozzá, így tehát, igen, hogy ki van találva, igen, nem csak úgy igen, oda van uh, rígyentve. Valaki azt írja, Krista, sütrulat, hogy mennyire imádod Orsit, annyira jó az összhang, látod? Oh. Le se tudnám tagadni. Nem akarok beleszólni az oldal. Én megnéztem, visszamentem iszonyatosan régre a te oldaladon, uh -huh. és ezt te csinálod magadnak is, réges-réges strandon kezdted. Igen. Tehát ültél, a, ültél a, a, a strandon, és a szomszéd, nem tudom, takarón ült egy család, Igen. és te viccesen az Instának elkezdted eljátszani, Igen. nézd már ezeket itt, meg mit csinálnak. Miért kellett még két nő ahhoz, hogy ezt csináld? Uh, hát miért? Mert Kriszta, nekem nem ez a szakmám, nem érted? Tehát én azt nem hát ettől tanultam. nem lett a szakmát, hogy egy harmad részben csinálod csak. Ne, nagyon sok erőt adnak, nagyon, nagyon, sok erőt adnak a csajok. Tehát ők, Most ők... már, hogy ismered őket, nincs kérdésem, de miért kellettek ahhoz, hogy ezt... Hát, ez, hát azért, mert hát ki vagyok én ahhoz, hogy én csak egy ilyen oldalt. Tehát, hogy... és tudtam, hogy ők ugyanolyan humorral, ugyanolyan erővel, ugyanúgy, és tudtam, hogy ez, vagy reméltem, azt éreztem, hogy ez, ez működni fog És ti tényleg az Instagramon kapcsolódtatok össze? Igen. De vad idegenek voltak egymás? Az, az Eszterrel találkoztam előtte kétszer, élőben, a Judittal pedig az első közös interjunkon. tehát addig, addig, full online nyomtuk az egész. Egészen fantasztikus Igen. Igen. Azt mondja egy olasz mondás, hogy egy nő boldogság, két nő baj, három nő plecska. Na, most ti hárman vagytok de nyilván nem ezt, ezt félig viccesen szántam, de hogy, de hogy nincs semmiféle rivalizáció hármatok között soha? Nem rivalizáció, borzasztóan erős egyéniségekről beszélünk, és most az egy hatalmas hazugság lenne, ha azt mondanám, hogy ó, háló, minden tökélet, tökéletes az összhang. Tehát nyilván mindenkinek van egy saját tehát egy, egy elképzelése a világról, és, és nyilván ez, ez, ez van, hogy ütközik. Az a jó, hogy ezt, ezt meg tudjuk beszélni. Tehát az a jó, hogy tudunk kommunikálni, és ezért működik. Én végtelenül a saját oldaladat is tolod emellett, mert szerintem ez hozza meg az egyensúlyt. <laughs> mert nyilván ott a te ügyeidet nem <laughs> akarod így, rájuk abszolút, tolni. Így van, e, aki nem tudja, egyébként ez egy olyan hogy is mondjam, érzékenyítő humorral érzékenyítő <laughs> oldal, ahol görbe, görbe tükröt tartunk egymásnak, hogy mi mindenbe szólunk bele, anélkül, hogy kérték volna. És azt mondtátok valahol, és nagyon-nagyon egyetértek ezzel, hogy amelyik uh, kis sketch nem tetszik, annak a kép nézi, az nagyon gondolkodjon el magán, mert valószínűleg az betalál. Um, Ugye te vagy a vidéki anyós, az SMK-s hát azt kifejezetten imádom, azt kell kedves hallgatóknak mondom, hogy a szülői munkaközösség. Nekem az volt az első videó, én emlékszem, hogy azt találkoztam, vagy azzal találkoztam először de, de. vele. posztár kiküldtük mindenkinek ö, időben. Nem baj, majd a nem tudom milyen a... Ez a fantasztikus. Tehát, hogy nekem elég, egyébként is a szülő értekezetől egy pokol ért. Tehát 5-6 órát ülsz ott, és de, nem, de most ebben nem is fogok bele ö, menni. Mi lesz 5 év múlva Fú, tapasztó orsival? Nagyon jó kérdés. Nagyon szeretném, hogyha... így most én így maradnék, így, így ezt a képet azért egy kicsit, és ez így maradhatna. Lesz a Csabinak tesója? Hát, ha rajtunk múlik, nem. <laughs> Kim még vajon? tudod, nálatok is 13 év De, na, tehát én nem, nem nincs tervben. Én nagyon egoista vagyok és kényelmes. Pedig Zsorcika élőben szerintem Pokorina. örületlenne. tényleg. Kutató lesz előtt év múlva is? Nem hiszem. Nem Mert ezt miért nem? Biztos, hogy kapcsolatban fogok maradni a kutatás. Nagyon eltávolodtunk én és a kutatás egymástól, ez alatt az egy év alatt a, a pandémia. Tehát a, a, a nekem kezdődött azzal, hogy mentára bejutottam, jött, ha nem akarok beleszólni. Csomó olyan területe az életemnek, amit eddig nem éltem ki, vagy ahol eddig így nem bontakoztam ki, és, és igen, az elmúlt egy év alatt a kutatói pálya az, az, a háttérbe szorult. És, de tudom, hogy nem tudok tőle elszakadni, de a férjemnek nagyon sokat segítettem az elmúlt egy év alatt. Tehát, hogy én, én imádom azért ezt a, ezt a vonalat. Tehát, hogy nyilván részem. Uh, valószínűleg lazább lesz a, a, kapocs köztem és a kutatás között öt év múlva. Ez nem függ attól is picit, hogy anyuka lettél, és én úgy képzelem, hogy a kutatás az el kell tudni mélyülni. Igen. Valamikor napokra, valamikor elengeded, egy gyerek mellett nem tudsz nem. a gondolataidban létezni, mert ott enni kell, mert ott idő van, mert óvi van. Igen, ez így van, abszolút hozzátesz az is, hát hogyna, persze. Boldog ember vagy? Ne, igen, nagyon. És ezt miért így mondod, mint Figyelj, a képen náluk, készül meghalni? De vagy nem szoktad azt érezni, hogy amikor minden túl jó, akkor így, de most akkor, de most ez meddig vagy most. Elmondtatt. Ez a, igen, nem, 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 elég jó vagyok én ahhoz, hogy tehát, ez impostor szindrómának, kivéve nyilván megtanultad a mentál <síns> tehát Tehát nézz utána, a maximalizmusból és a perfekcionizmusból vonatkoztatható, hogy soha semmivel nem vagyunk elég jók, azt gondoljuk. De látszik rajtad, hogy boldog ember vagy, tehát itt is olyan energiákat hoztál. Én nagyon akartam veled személyesen találkozni. És és még többet kaptam, mint eh, amit de gondoltam. Vagy, köszönöm. Eh, azt tanultam ma tőled, mert képzeld el, hogy itt a vége. No, nem hiszem el. De eh, elképesztő, hogy hogy megy itt el egy óra, de, de tényleg. De. Először is megkérdezem, hogy bármi van-e, amit el kell itt mondanunk, ja. és kihagytunk, Télesen, mert én vagyok, úgy köszönöm. gondolom, hogy minden pontot minden, ö, nagyon jó vagy, talán említettünk. <laughs> De én tanultam tőled most útra amit berakok a hátizsákomba, van egy ilyen hétköznapi példaképek, hátizsákom és gondolatok a gyűjtök tőletek. A segítés fontosságát ö, és hogy erre mennyire fel kell hívni a figyelmet, ezt ezt mindenféleképpen ö, megtanultam, hogy nem elég csak segíteni, szólni kell mindenkinek, hát ha nekik nem jut eszükbe. Uh -huh. A görbe tükör és a humor fontosságát is a sikerben azt is azt is ö, ö, megtanultam tőled, mert azért azt tudnod kell, hogy az, ami veled és veletek történik, az sok-sok-sok ember vágya a tini mm. és a fiatal korosztályban. Tolják az instát, nem megy előre, megszenvednek két követőért. Ö, de hát ezt tudom mindenkinek mondani, hogy hitelesen, mm. őszintén, önazonosan, könnyedén, és hát tanulni se ciki egyébként. Mm. Orsi, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Én biztos vagyok benne, hogy aki nem ismert mostantól követ, és aki követ meg még inkább rajong és lelkesedik, érted. Azt gondolom, hogy sok ilyen ember kéne erre a világra, mint te, és akkor ez egy sokkal-sokkal jobb hely lenne. Úgyhogy Nagyon szépen köszönöm. köszönöm tapasztó. Orsi volt ma a vendégem. Orsi Insta néven találjátok az Instagramon, én pedig Kende Hofer voltam a hétköznapi. Példaképek nem hétköznapi történeteivel a 958 slágerefemen jövő szerdán este fél 9 kor royal várlak titeket, aki ugye a vendéglátás étterem tulajdonos szempontból mutatja meg nekünk azt a fantasztikus karriert, amit magáinak tudhat. Szép estét kívánok nektek, sziasztok! Ez volt a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este fél 9-től. a Sláger,